Sziasztok! Éppen a Ubiquiti második generációs Unify switcheinek a specifikációit nézegetem, mert hogy sok mindenben újat hoznak, van, amit hoznak, van, amit elvisznek, és gondoltam, a nézőinknek mindennel tisztába kell lenni, tehát most az új switcheket fogjuk taglalgatni. Először is bontsuk ki a jelenlévő három terméket, ami az USV16 PoE, az USV24 PoE és az USV24 Pro switch. Kezdjük talán a legkisebbel. Melyik is a legkisebb barátunk? Hát nem mondom, csak ha olvasom a cikkszámot. Ez a 24-es, ez lesz a 16-os, ez pedig a Pro. Nézzük csak, mit találunk a dobozban. QR kód először is a Quick Start Guide-hoz. Jó, van itt egy minden bizonnyal táp, kábel és mi egymás, és maga a switch. Hát a Ubiquiti csomagoláson megint nem spórolt, kitett magáért mondhatjuk azt is. Egyik legkulturáltabb csomagolást láthatjuk a Ubiquiti termékei kapcsán évről évre. Oh yeah! Ez a 16 portos barátunk. 16 gigabites portot kapott, két SFP-t, és ami újdonságnak számít, az az érintőképernyő, ami minden Gen 2-es switch része. Itt egy kis fólia védi, amit ha leveszek, akkor láthatjátok, hogy szépen illeszkedik a házba. Azért ide ezt is megmutatjuk, biztosan biztos, ha már unboxingról beszélünk, kapunk hozzá egy Sukko 230-as tápkábelt, mégis van benne nyomtatott Quick Start Guide, valamint a szükséges regfülek, amivel regszekrénybe tudjuk rögzíteni, és tartsa meg jó szokását a Ubiquiti, regcsavarokat is mellékel, már a legkisebb switchhez is. Az egyen nagyobb testvér, szintén igen kultúrált zárási metódussal rendelkezik. Ugyanaz a tápmegoldás, 220, pontosabban 230-as csatlakozó, valamint egyéb kiegészítők, amit a 16-os esetben már láthattunk. Hoppá, itt kapott egy kis kivágást az SFP port hely. Ami érdekes, mert a 16-oson ezt nem teszik meg. Erről is levesszük a matricát. És ő a következő modell, 24 gigabites port, két SFP port, és szintén egy kijelző. Most jön a Pro változatból a kisebb. Szintén egy tápmegoldás. Ez a switch már méretét tekintve nagyobb, már most feltűnő, meg is van az oka. Ez bonyolultabb is kibontani. És ő a nagyobb testvér, láthatjátok, hogy mennyivel nagyobb, valamint amíg a kis tesóknak a hátulján mindösszesen a 230-as bemenet van, addig
a Pro Switch-en már helyet kapott a úgynevezett USB Connect, ami arra szolgál, hogy a nem sokára debütáló Ubiquiti táp megoldását, amit kifejezetten rekszekrényeknek a áramellátásához fejlesztettek ki, annak a speciális tápcsatlakozóját is tudja majd fogadni. Erről később esetleg majd bővebben beszélünk egy másik adásban. Tehát, miben hoznak újat a Gen 2-es Unify Switch-ek? Először is, ami megdöbbentő lehet, kezdjük a fekete levessel. Mindenki, aki ismeri a első generációs Unify Switch-eket, az tudja, hogy már a 16 portos, a 24 portos és a 48 portosnak is lényegében az elsődleges különbsége az volt, hogy pontosabban ezek között, a switchek között az volt a különbség, hogy hány port van rajtuk, és milyen power budgetvel rendelkeznek. Na most itt ez felborul. Azt kell tudni, hogy a 16 portos switchnek mindösszesen 8 portja képes poét kiadni magából, a 24-esnek 12 port, a Pro Switchnek, a Pro 24-esnek viszont mind az összes 24 portja poé képes. SFP-k tekintetében nem változott, a kisebbek lényegében SFP-t tartalmaznak, a Pro-k pedig SFP Plus foglalattal jönnek. Viszont, ami még újdonság, az az, hogy a PoE büdzsé az csökkent, már a 24-es és a 16-os kapcsán is. Míg a korábbiak 150 és 250 watttal érkeztek, ugye 16 és 24 portnál, itt a PoE büdzsé mérete az lecsökkent, igazából a belső tápegység a 16-osnál 60 wattos, míg a 24-esnél is mindössze 120 wattra zsugorodott. Cserébe a belépő, pontosabban a kisebbik Pro Switch már 450 wattos power budgetvel érkezik. Ami érdekes, ugye? Miért? Azért, mert az Pro Switchek nem csak AT és AF szabvány szerint tudnak poét kiadni magukból, hanem bizony már az új BT-s szabvány szerint portonként maximum 60 wattot is képesek kipréselni magukból. Ugye azt kell tudni, hogy itt is felosztás van, nem az összes port ugyanolyan képességű. 8 port az BT kompatibilis, míg 16 port az AF per AT kompatibilis. Ami egy kicsi savanyúságot hozhat a dologba, az az, hogy annak ellenére, hogy a BT szabvány támogatja az új Pro Switch, mindez, valamint a még nem piacon lévő 48 portos változat is, Smart Rate-et, vagyis 802.3 BZ szabványt, vagyis CAT5N megvalósítható 2,5 gigabit full duplexes átvitelt per port, vagy CAT6N 5 gigabit full duplex átvitelt megvalósítani, nem képesek ezek a switchek, ezek csak a BT szabványt hozzák el, a Smart Rate-et nem. És, ami még nagyon fontos, hogy az új switchek, azok olcsóbbak lettek picivel, mint a korábbi normál switchek, még a Pro-k viszont drágábbak lettek, ugye az új képességek miatt is. Jó, de mi van cserébe? Kisebb power budget? Azért az várható, nem? Hogy a 16 és a 24 portos switcheknél azért jellemzően nem az összes portot használtuk ki az Gen 1-es switchek telepítése során sem. Tehát azt lehet mondani, hogy egy logikus észszerűsítés történt, és ami elhozott magával egy újabb extra feature-t, mégpedig az az, hogy a sima USB-k azok fenn leszek. Nincsen bennük ventilátor, nincs bennük aktív hűtés, teljesen csöndesen, akár irodai környezetben is egy rekszekrénybe el tudjuk helyezni, nem fogja zavarni az ott dolgozókat. De a Pro Switch-ek is jóval halkabbak lettek. Annak függvényében, hogy hány porton kérünk tőlük áramot, annak függvényében szabályozza a belső ventilátort, és sokkal halkabb tud lenni, mint a Gen 1-es, akár 250 wattos 24-es switch, annak ellenére, hogy ez alapvetően azért mégis egy jóval nagyobb 450 wattos power budgetvel rendelkező switch. Mit érdemes még elmondani róluk? Azt, amit talán mindenki tud, de nem mehetünk emellett el szó nélkül. Az elsődleges előnye az Unify switchek alkalmazásának az az, hogy egy egységes felületről a Unify access pointok kontrolleréből tökéletesen tudjuk az összes létező feature-t
konfigurálni a switcheinken is. Tehát egy vezetékes és vezeték nélküli kontrollert kapunk a Unify-tól, méghozzá egyébként free of charge, tehát nincsen licenszelési költsége se a rendszernek értelemszerűen, se a switcheknek, sem az AP-knak. És akkor ejtsünk egy szót a tipikusan ubiquitous, sexy feature-ről, már pedig arról, hogy kijelzőt építünk egy switchben is, méghozzá nem akárhogyan. Ez egy színes kijelző, aminek megválaszthatjuk a színét tulajdonképpen már a érintő felületről. Amennyiben belépünk a szervertermünkbe vagy a rekszekrényünket kinyitjuk, abban a pillanatban láthatóvá válik, és nagyon gyorsan információt kaphatunk arról, hogy mely portok milyen PoE teljesítményt és milyen adatforgalmat kezelnek le. Ezen kívül azonnal ellenőrizhetjük a firmware verziót, amit ugye az adott switch éppen futtat, a controller verziót, amivel éppen kommunikál a switch, valamint a hálózatunkban éppen aktuális warningokat, errorokat, tehát problémákat, hibákat azonnal láthatjuk a kijelzőn. Még egy apró finomság, ami tipikusan Ubiquiti jellemző, lehet szinkronizálni ezeket a kijelzőket. Tehát, hogyha egy regben van két switchünk, egy UDM-ünk esetleg, amin szintén ilyen kijelző van, akkor ahogy az egyik touchscreenen mondjuk megnyomjuk azt a gombot, ami megmutatja a port statisztikákat, akkor az összes switchnek a kijelzőjén ugyanazok az információk fognak szerepelni abban a pillanatban, mert hogy szinkronizálódnak, és ezáltal még könnyebb információszerzést tesznek lehetővé számunkra. Az új switcheket, amiből most nem hoztuk el a 48 portos Pro-t, valamint várhatóan jönni fog egy 48 portos sima USB is, ami nem Pro. Már elérhetitek az Access Point webshopon, tehát a jelenlévőeket. Még egy fontos feature, hogy ugyan drágább a Pro Switch, mint a korábbiak, de Layer 3-as képességeket is fog majd egy később érkező firmware frissítéssel kínálni. Amiről még pontosan nem tudunk semmit, de amint lesz információ, beszámolunk természetesen arról is. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek vásárolni ezekből, jelentkezzetek kiemelt kapcsolattartótoknál, és ne felejtsetek el, amennyiben még nem tettétek, feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a csengő ikont is. Nem sokára találkozunk. Sziasztok!